évek óta lehet látni Solymár utcáin, néha betér a helyi sörözőbe is, ahol mindenki szeretettel fogadja. Kicsik és nagyok ismerik Petit, aki mára már a falu elengedhetetlen tartozéka. Mindenkinek van hozzá egy kedves szava, Peti pedig jó hallgatóság, de most kivételesen ő volt a középpontban és mesélt a gyűjteményéről. Évek óta gyűjti, felújítja és javítja a mechanikus órákat. A gyönyörű kollekció pedig megérett egy kiállításra az Apáczai Csere János Művelődési Házban Balogh Istvánné Szabó Judit az Óra című novellájából olvasott fel egy részletet. Ezzel kezdte a megnyitót. Élt itt egy igen öreg órásmester, aki nagyon szerette és értette mesterségét. Ha valaki belépett boltjába, mindenhol csak órákat látott. A falon, a polcokon, az asztalon, de még a fiókokban is. Nagyon különlegesek voltak ezek a szerkezetek, és sok közülük hangosan jelezte a kerek órát. Volt, amelyik gongütéssel, volt, amelyik csilingelő zenével, vagy éppen kakukkolással. Az egyik falon élt egy nagyon kedves és szép óra, amely szép csilingeléssel jelezte az időt. Alapjában véve boldogan élt, de volt egy nagy bánata. Igen gyakran lekéste a pontos időjelzést, így szégyenszemre akkor csilingelt, amikor a többi óra már régen befejezte, és már közeledett az első kanyarhoz. Bizonyára mindenki ismeri azt a megállapítást, hogy az idő nem létezik, csak az ember találta ki. Ez az egyik jelenkori francia fizikus és tudománytörténész gondolata, amelyet Jármi Éva, a Művelődési Ház munkatársa olvasott fel a megnyitón, amelyen egy tréfás közjáték történt. Ez megtörte a csendet. Ahogy élünk, úgy tűnik, hogy egy sor moston keresztül mozgunk. Az a kérdés, hogy mik ezek a dolgoknak, határozott helyzetük van egymáshoz képest, és a sok különböző dolog egyszerre létezik. Egyszerűen csak mostok vannak, se több, se kevesebb. Ez Julien Barbour, jelenkori francia fizikus és tudománytörténész gondolata. Barbour évtizedek óta szenteli arra az idejét, hogy bebizonyítsa, hogy nincsen idő. Sokan és régóta próbálják meghatározni az idő fogalmát, az ókortól Newtonon át Einsteinig, a matematikától, fizikától, a mai kvantumfizikáig. És ugyanilyen régi az a vágy, hogy meg tudjuk mérni az idő múlását. A különféle időmérőeszközökben, ha nem is tökéletesen, de testetől tárgyasul az ember számára az idő. Az időmérése ősidők óta a csillagászati jelenségekhez igazodott, a kezdeti időkben a nap látszólagos járásához igazodva alkották meg a napórát, a társadalom fejlődésével, az élet bonyolultabbá válásával fontossá vált az idő egyre pontosabb meghatározása. Az idő mértékegysége az egy óra, a földi nap hosszának körülbelül 1/24 része. Az óra kör alakú számlapja, a mutatók járása is, a nap útjának síkban való leképezése. Sokféle szerkezetet találtak ki az idők folyamán, ismerjük a homokórát, a vízórát, de az áttörést a középkori toronyóra szerkezete jelentette az 1200-as évek elején. A hengerkerékre csavart kötél végén leereszkedő súly forgásba hozta az egész kerékrendszert, aminek mozgását egy kötél segítségével fékezték, gátolták, szabályozták. Ezt a szerkezetet aztán Galilei felfedezése nyomán 1657-ben tökéletesítette Huygens, holland fizikus és csillagász, és megalkotta az ingaóra szerkesztési elveit a következő több száz évre. Peti naponta szereli, javítja, tisztítja az óráit. Fontos számára, hogy mindegyik működőképes legyen. Tulajdonképpen életre kelnek az órák a kezei között. A családi legendárium szerint már egy évesen minden érdekelte Petit, ami mozog. Volt egy híres kakukkos óra, amit egy nagy késsel, kis székre állva mindig mozgásba hozott, amikor leállt. Gyerekkorában is már szerelte, gyűjtötte az órákat, és 14-15 éves korára autodidakta módon már meg tudta javítani az ingaórákat. Szeretett volna egy szakképzést szerezni, de ennek az volt az akadálya, hogy a feltétel ennek egy szakmai gyakorlat lett volna, és olyan mester hiány van, hogy ezt sajnos nem tudta teljesíteni. Így tovább az évek során tovább gyarapította a tudását és a gyűjteményét,
mára egy kis műhelye van otthon, és mindenki tudja, hogy hozzáviheti a kis leselejtezett darabokat, vagy javítani való darabokat, főleg ugye a mechanikus órákról van szó. Így került hozzájuk a Solymári plébánia templom óraszerkezetének egy része a pincébe, amit Rákos Péter fotóján csodálhattunk meg ott a bejáratnál, illetve egy kis részletét az óraszerkezetnek is ki tudtunk állítani. Minden darab, ami ki van állítva, Péter gyűjteménye, ebből való, illetve ő, vagy pedig egy-két darabban, amit ő javított meg. Ugye ingaórákat láthatunk itt kakukkos, vagy fali, vagy asztali kivitelben, érdekes ébresztőórákat, illetve egy-két funkcionális órát, mint a blokkolóóra, vagy az iskolaóra, ami jelezte a iskolában a csengetés rendjét. Peti jellegzetes színfoltja a solymári közéletnek, segít a rendezvényeken, lelkesen részt vesz a különböző programokon. Itt volt az ideje, hogy valami róla is szóljon, fejezte be beszédét Jármi Éva. A megnyitó zárásaként Hamvas Villő gitárjátékát hallgathatták meg a résztvevők.